Annik Laci furcsa kívánsággal fordult hozzánk, szeretné bemutatni a papáját Cicikecsnek. Hát miért kérted ezt, Lacikám? Hát azért kértem, mert a papám ilyen nappal a Cicikecset néz a tévébe, és gondoltam, örülne neki, hogyha megismerhetni. Húha, hát vagány fiad van, gratulálok. Hát itt adtunk randevút Cicikecsnek, megígérte 17 óra, 2 perc, 17 órára, hogy idejön. Eljön a randevúra, látom, mi föl vagyunk készülve virággal, ajándékkal, hát akkor várjuk Cicikecset. Landel Klárát majd megkérem, hogy segítsen tolmácsolni, ő a magyarországi koncert menedzsere. Hát menj oda, add át a kabalababát. Papámat be szeretném mutatni, és azt, hogy engem tessék kivinni a koncertre, és egy puszit volt gyakorlatilag. Er möchte seinen Vater vorstellen, und wenn du ihn mitnehmen könntest zu dem Konzert draußen, und dein Vater, oder er ihm ein Puszit geben. Ihm denkt dann... Nagyon aranyos kérés. Igen, igazán aranyos. Der kleine Junge? Das wollte ich nicht. És oda papád mutass be. Papádat mutass be. És fogadat tőle szeretettel. Nem kisebb név fogja vezetni a Mercedes, mint Kesjár Csaba, többszörös autóversenyző bajnok, országos és osztrák bajnok, és el fog csattanni az a bizonyos puszi is a kocsiban. Mit szóltál, ilyen kívánsága volt a fiadnak? Hát én nagyon örültem ennek a kívánságnak, de hozzá kell tennem, hogy nem befolyásoltam a fiam. És a kedves feleséged mit szólt otthon? Hát a felesége nem lelkesedett túlságosan a fiam kérésének, de a második kérdése egyből az volt, hogy a Durán-Durán mikor jön Magyarországra, mert a lányommal összebújnak és megfogalmaznak egy levelet ők is a három kívánságzői műsornak, amiben azt fogják kérni, hogy a John Tyler-től egy puszit hogyha lehet majd, és hát abban reménykednek, hogy teljesülni fog. Jaj, rettenetesen örülök, hogy ennyi levelet kapok. Legszívesebben mindegyikre válaszolnék. Csak akkor attól félek, nem jutna időm énekelni, mert egész nap a levelek mellett ülhetnék. Your dreams.